Valóra vált álmok, idén több mint 300 gyermek kívánsága teljesült a Példa Egyesület karácsonyi akciójában. Megtartották a Bolyai János Technikum szalagavató ünnepségét, 70 tanulóra kerültek fel a kék szalagok. Sárkányölő Szent György, Molnár Lajos festő és grafikus művész munkáiból nyílt kiállítás a Fehérló Közösségi Házban. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják! Az idei évben is sikeres volt a Példa Egyesület Fogad örökbe egy gyermek karácsonyi álmát elnevezésű akciója, amit 5 évvel ezelőtt indított útjára az Egyesület. A programban évről évre egyre többen nyújtottak segítőkezet, így idén több mint 300 gyermek kívánsága teljesült. Az adományok első 24 csomagjának átadására december 14-én ünnepélyes keretek között került sor. Szépen becsomagolt, kisebb és nagyobb, gömbölyű és szögletes ajándékok sorakoztak a Lucsonypince asztalán december 14-én csütörtökön. Karácsonyi ajándékok ünnepélyes átadására került sor ugyanis a Példa Egyesület Fogad örökbe egy gyermek karácsonyi álmát elnevezésű akciójának keretében. A Fogad örökbe egy gyermek karácsonyi álmát akciónk 5 éve indult. Erdős Anita egyesületi tagunk ötlete nyomán indultunk el is. Hát ez így az egész csapatot megmozgatja, illetve nem csak a csapatot, hanem hatalmas támogatói réteget is, ugyanis a karácsonyi ajándékokat, azokat mindig úgymond külsős, magánszemélyek vagy vállalkozások szokták megvásárolni. Évről évre több száz gyereknek az álmát sikerül valóra váltanunk, idén 316 gyereknek az arcára tudunk mosolyt csalni. Az ünnepségen rövid köszöntő után az adományok első 24 csomagját osztották ki a mosonmagyaróvári gyerekeknek. Mind a nagyobbak, mind pedig a kisebbek nagy örömmel vették át az adományokat. Az idei ajándékozáson többek között részt vette a folyamatos fejlesztésre szoruló Német Emma és családja is. A kislánynak már nem először nyújt segítőkezet a Példa Egyesület. A Példa Egyesület már tavaly is meglepett minket ebben az akcióval, ami nagyon-nagyon-nagyon jól esett, mert egy olyan fejlesztőjátékkal lepett meg minket az angyal, ami Emmának nélkülözhetetlen volt a kézügyességének a fejlődéséhez. Idén is felkeresett minket a Példa Egyesület, és nagy boldogság töltötte el minket, mert pont gondolkodtunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne Emmának, mi az álma, hogy lehetne még jobban igazából a mindennapjait még boldog tenni, és igazából az egyik álmunkat így úgy néz ki, hogy teljesíti az angyalka. Fogad sok szeretettel és boldog karácsonyt kívánok! A Példa Egyesület a jövőben is folytatja támogató, segítő munkáját, hiszen egyre több a rászoruló család. Mészáj Réka elmondta, a segítő szándék is egyre népszerűbb, ezért hozták létre az élmények adományozásának lehetőségét is. Ennek keretében több mint 600 ezer forintot gyűjtöttek, így a rászoruló gyermekek és családok többi között nyári táborra, különféle élményekre, cirkuszra, bábszínházra, állatkerti kirándulásra, moziba juthatnak el. Egy kisgyermek súlyosan, még egy másik és édesanyjuk könnyebben sérült meg abban a balesetben, ami hétfő reggel történt Bezenye és Rajka között, tájékoztatott a Moson vármegye. Egy Opel személyautó haladt Rajka irányából Bezenye felé, amikor az eddigi információk szerint a jármű a lefagyott úttesten megcsúszott, és a szemből érkező mezőgazdasági vontató jobb első kerekének ütközött. Ettől az autó megpördült, és az útmenti szántóföldön a tetejére borulva állt meg. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A hagyományokhoz híven idén is megtartotta szalagavató ünnepségét a Bolyai Technikum. Az intézményben tanuló két végzős osztály 70 tanulója vehette át szalagját a Flash központban december 15-én. Az elköszönő diákok táncot mutattak be a közönségnek, az alsóbb évfolyamos tanulók pedig ünnepi műsorral készültek a megjelenteknek. Elsőként a 11-es tanulók mutatták be műsorukat a közönségnek a Bolyai János Technikum szalagavató ünnepségén december 15-én. Az intézmény két osztályának 70 tanulója vett részt a Flash központban megtartott rendezvényen. A szalagavató, azt gondolom, hogy a középiskolás évek egyik legszebb és legmeghatározóbb eseménye. A 12-esek már éveleje óta készülnek tánccal, szalagavatós tánccal erre a mai napra, és hát egy kicsit izgulnak is, emiatt, hogy minden jól jöjjön össze.
A diákok rengeteget készültek az eseményre, és izgatottan várták már ezt a napot. Gavarognak bennem az érzések. Nem izgulok annyira, de hát igen, nagyon nagy felkészültség volt a tánc mögött is. Igazából a felkészítő tanárunk, a Koszonics Klára tanárnő igazából egy nagyon jó munkát végzett, és szerintem minden remekül fog működni. Az eseményen a szalagok feltűzése után elérkezett a várva várt pillanat, amikor végre színpadra léphettek táncukkal a diákok. A fiúk elegáns öltönyben, a lányok pedig legtöbben hófehér szalagavatós ruhájukban léptek a közönség elé. A fiatalok szeptember óta készültek a szalagavatóra. Nyilván voltak, akik azt mondták, hogy ja, Istenem, táncolni kell, de hát ez egy hagyomány, ez egy hagyomány a mi iskolánkban. Hát nyilván a lányok örültek neki. Mi már szeptembertől elkezdtünk próbálni egy tesi óra keretein belül, és mindig egy héten egyszer volt ez a próbánk, és ott mindig majdnem egy-két órát vett igénybe mindig ez a próba. Volt, ami nagyon nehezen ment, volt, ami könnyebben, de a mai estére reméljük, hogy minden teljesen tökéletes lesz. A szalagavató alkalmával a végzősök az utolsó hajrá előtt közösen szórakozhattak és kikapcsolódhattak, ezután már leginkább csak az érettségire koncentrálnak majd a diákok. A fennállásának idén 25. évfordulóját ünneplő Fehérló közösségi házban Molnár Lajos festő és grafikus művész munkáiból nyílt kiállítás december 16-án szombaton. A tárlaton több mint 40 kép sárkányölő Szent György történetével foglalkozik. A jó és a rossz küzdelme, sárkányölő Szent György története elevenedik meg a Fehérló közösségi ház kiállító termében, ahol most Molnár Lajos festő és grafikus művész képei kaptak helyet. A kiállítást hivatalosan december 16-án szombaton nyitották meg, ahol elsőként a Kislaptáros Népzenekar működött közre. Molnár Lajos képeit Farkas István ajánlotta a vendégek figyelmébe, aki részletesen beszélte a kiállítás szinte valamennyi képéről. Az égiek, mert itt az ég és a föld ütközik. Az égiek és a alvilág pontosabban, nem a föld, hanem az alvilág. És ebben a harcban az égiek látszik a képeken, minden képen, vagy szólsz, hogy teljesen más gondoltál, János barátom, jó? Ez egy harc. Az égiek nemesítenek, az alvilág pedig, benne van a szóban is, aljassá tesz. Molnár Lajos a képeket a Covid elején kezdte el festeni, majd sorozat lett belőle. A festő fontosnak tartotta, hogy a jó és a rossz harcán keresztül üzenjen az embereknek. Én ezt festettem meg, ahogy a jó küzd a rosszal, és aztán csodák csodájára mindig a jó győz. És ebben én biztatást akartam adni, kicsit nagyképűen mondom, embertársaimnak, hogy nem kell elkeseredni, túl lehet élni a Covidot, túl lehet élni a nehéz dolgokat is, mert végül is a jó, a gonosz felett mindig győzelmet fog aratni. A képek egy része a középkori magyar templomi festészet formavilágát elevenítik fel, míg másik része a magyar népművészet fennmaradt motívumaiból merít ihletet. Én gondoltam, hogy hát gazdag nemzet vagyunk kulturálisan, miért ne lehetne azokra a régi hagyományokra támaszkodni és elbeszélni azokat a dolgokat, amiket én szeretnék. És akkor elkezdtem gyűjtögetni a formákat, a lehetőséget, és ez 41 kép. És most otthon van még 15 darab vázlatban, de nagyon nehéz a sárkánnyal foglalkozni, a gonoszszal, mert befolyásolja az embernek a lelki világát. A Molnár Lajos képeiből nyílt kiállítás 2024. január 14-ig tekinthető meg a Fehérló közösségi házban, az intézmény nyitvatartási idejében. Idén újdonságként karácsonyi évzáró gálát szervezett a Royal Colibri TSE, amire december 15-én pénteken várták az érdeklődőket a Fehérló közösségi házban.
A hobbi táncosok mellett színpadra léptek a szeptemberben induló akadémia fiataljai is. A legkisebbek, a gyerekek, és a nagyobb hobbi táncosok is színpadra léptek december 15-én a Fehér Ló közösségi házban. Idén ugyanis újdonságként évvégi műsort szervezett a Royal Kolibri, hogy megmutassák elsősorban a szülőknek, hogy az elmúlt néhány hónapban mit tanultak az ifjú táncosok. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy szeretnénk nem csak egy nyári évzárogálát tartani, hanem szeretnénk karácsonykor így az ünnepek előtt kicsit összegyűlni, és a szülőknek megmutatni az első fél évben, mi mindent tanultak a gyerekek, és arra gondoltunk, hogy akkor egy ilyen egyórás gála keretein belül, itt a Fehér Ló falai közt, akkor megmutatnák a szülőknek, hogy az ovisoktól egészen a versenyzőig ki mit tanult. Az idei év újdonsága, hogy szeptemberben a Royal Kolibri elindította akadémiai képzését, ahova azokat a táncosokat várják, akik a hobbinál komolyabban szeretnének foglalkozni a tánccal. Az akadémia táncosai most többi között break, és hip-hop tudásukat is bemutatták. A akadémiások, volt két csoportunk, vannak a kicsik meg a nagyok. Mi a kicsik felléptünk hip-hoppal, house-zal meg break-kel, ugyanúgy, mint a nagyok. És hogyan készültetek a ma esti gálára, mi az, amit a legjobban vártok? Hát én a fellépést várom a legjobban, hogy lássák a szüleim, hogy mennyit készültem rá. Az újítással így két szakág működik most a Royal Kolibri TSN-nél, külön oktatókkal, az akadémián 5 tanár, köztük Budapestről profi oktatók tanítják a fiatalokat, akik pár hónap alatt is rengeteget fejlődtek már. Egy kicsit nehéz volt az átállás, mindenkinek megszokni ezt az új rendszert, de úgy látom, hogy most már így fél év távlatában, hogy ez így nagyon jó lesz, így akkor mindenkinek az igényét úgymond ki tudjuk szolgálni, a hobbi táncosoknak adunk több csoportépítős feladat programokat, bulikat, fellépési lehetőségeket a gálánál, de nem helyezzük őket túlságosan nyomás alá, és tényleg a jókedvről, a tánc szeretetéről szól, viszont aki komolyabban szeretne ezzel foglalkozni és profiban, annak meg az akadémia, meg heti 3 edzése mindent megad. A Royal Kolibri januártól töretlen lelkesedéssel folytatja a munkát, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenkinek lehetőséget adjanak a táncra. A tanév végén pedig, majd júniusban, ismét megtartják tanévzáró gálaműsorokat, ahol már az egész éves fejlődésüket mutathatják be a táncosok. Röviden a szerdai időjárásról. A reggeli órákban ködös, párás időre kell számítani, majd egy hideg front éri el hazánkat, megnövekszik a felhőzet, gyenge eső is kialakulhat. Élénk térségünkben erős lesz a szél, hajnalban -3, napközben +7 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most a Honvéd 7, majd a Kifutón túl című műsorok következnek. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!